Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Channeling a Bibliából. Röviden elmondanám újra, hogyan jutottam el ehhez a forráshoz. Az anyukám 2002-ben halt meg, annak idején szomorú voltam, a Biblia, a hitem, a jó Isten adott erőt számomra. Hirtelen jött egy ötlet, fogtam a nyakláncomat, kinyitottam a Bibliát, és láttam, hogy a nyaklánc kimozdul, mint egy inga, és bizonyos mozdulatoknál szavakat, mondatokat kaptam, és bizonyos gondolatokat is, ami kívülről jött. És így ezáltal lett ez a kommunikáció ebből a forrásból, amit mutatok nektek. Természetesen kérhettek egy ilyen személyes üzenetet, a díjam, mint egy energiai egyensúly, 4000 forint. Hogy milyen üzenet jön, ezt nem tudom, hiszen nem tudom én ezt befolyásolni, tehát kíváncsi vagyok a mai üzenetre. Az emberek a környezetedben vagy a munkahelyen keresik veled a kapcsolatot. Nyugodtan beszélhetsz velük, hiszen jó indulattal közelednek hozzád, segítenek neked. Valaki megbántott a múltban, de meg fogsz bocsájtani neki. Figyelj arra, hogy esténként megtaláld a nyugalmadat, pihent ki magadat. A tisztaság most fontos számodra. A gondolatok, az érzelmek, az otthonod, vagy azt is jelentheti, hogy valakivel szeretnél tisztázni valamit. A földön most háború van, folyik a vér, viszont lesz egy új időszak. A béke beköszönt. Van ellenség, vannak hazugságok.
te nem tudsz ellene mit tenni, tehát fogad ezt így el. De lesz béke, és rendeződnek a dolgok. Az a fontos, hogy este megtaláld a nyugalmadat, legyen szép álmod, és pihent ki magadat. Ez volt az üzenet a Bibliából, és én kívánok egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Tenderrel!